ideje mindenféle más elfoglaltságuk miatt, de azért szép számmal összejöttünk, úgyhogy szeretettel köszöntök mindenkit. Itt a gyerekkönyvtárban a mai alkalommal, ma nem csak az olvasó pályázat eredmény hirdetését tartjuk, amire a legtöbb vendéget hívtuk, hanem van nekünk egy díjunk, amit mindig valamilyen rendezvényen összeszoktuk kötni, és akkor adjuk át. Úgyhogy most az év olvasója díjjal szeretnénk kezdeni ezt a rendezvényt, amit 2009 óta adunk át, ez idei, tehát ez most már a 8. alkalom. A díjat Utasi Istvánné, az Ajkai Városi Könyvtár nyugdíjas igazgatója alapította, aki szeretné, ha a gyerekek olvasó, a könyvek szerető felnőttekké válnának, ezért jutott eszébe ez a hagyományteremtő szándékkal megalapított év olvasója díj, melyet a gyermekkönyvtárosok, Müller Magdolna és én, Gombos Alikó, itt élünk oda a gyerekeknek, hát általában legalábbis egészen eddig, mindig egy diák kapta meg ezt a kitüntető címet. Az idén kivételt tettünk, mert mindkettőnknek volt javaslata, és nem tudtuk eldönteni igazából, hogy ki kapja ezt a díjat. Úgyhogy az idén két tanuló fog részesülni ebben a díjban. A díj elnyerésének feltételét azt azért minden évben elmondjuk, hogy ösztönözzük a kis olvasókat, ugye nagyon sok itt a kis második, harmadikos gyermek is, akikből reméljük, hogy később majd év olvasója válhat, még egy-két évet még járnak szorgalmasan a könyvtárba és sokat olvasnak. Tehát akkor minek kell megfelelni? A jelölt beiratkozott olvasója legyen a gyermekkönyvtárnak, ez ugye evidens, hogyha szeretné elérni valamit. Rendszeresen kölcsönöz könyvet. Részt vesz a könyvtár pályázatain, és általában sikerrel szerepel a versenyeinken, és ami a legfontosabb, hogy nagyon szeressen olvasni. Hát ez ugye külön-külön sokaknál megvalósul, már most is akár, de így együtt ez a négy kritérium azért ritkán szokott összeállni, de minden évben azért találunk megfelelő alanyt erre a kitüntető címre. Ami a díjat illeti, a díj az tartalmaz egy pénzjutalmat, amit Irén Keményi ajánl fel, és egy könyvjutalmat, amit pedig a könyvtár ajánl fel. A pénzből pedig általában az évolvasója mindig könyvet szokott venni, mindig meg is szokták mutatni, hogy mi az a könyv, amit kiválasztottak maguknak. Jó, tehát az idén két tanuló kapja ezt a díjat. Az első, hát kezdjük az udvariasság jegyében a lányjal, mert nagyon igazságosak voltunk, egy fiú és egy lány. A díjazott. Az első nyári Vanessa lesz, aki a Borsos iskola, egy picit még marad Vanessa, jó? A Borsos iskola 6. osztályos tanulója, és mindketten 6-osok, azt is elárulom. Egy picit szeretnék Vanessáról, hogy beszélni, hogy más is megismerje, vagy egyértelművé válja, hogy miért is őt választottuk az idén erre a díjra. 2012-ben iratkozott be a könyvtárba, úgy mondtam, hogy 6-os, ebből most ki lehet számolni, hogy ez mikor volt, mondjából. Első kölcsönzése az Olvasni jó sorozat 7 kötete, tehát első alkalommal már 7 könyvet vitt ki innen a könyvtárba. Az első könyvre a Nagy Gyógyit, hát nem tudom, meg szerintem már te sem emlékszel erre. De a számítógépen ülik. Igen, ezért is kerestük meg ezt az adatot. Akkori osztályfőnökének, Csikiné Bertala Juditnak szívügye, tanítványainak olvasóvá nevelése. Ő maga is rengeteget olvas, most azt hiszem nem tudott eljönni, de ő nagyon sokat hozta, azokra is hozzá mindig az aktuális osztályát ide a könyvtárba, és csoportosan kölcsönöznek. A jó példa a rendszeres könyvtárlátogatások és a személyes érdeklődés igazi könyvmúlja alapította Vanessát. Aki rendkívül tehetséges, sokoldalú és nyitott gyerek, szabad idejében verseket ír, de regényírással is próbálkozik, ezt már így kinyomoztuk. Iskolai versenyeknek állandó szereplője, lehet az prózamondó vagy nyelvi verseny, de a gyermekkönyvtár olvasó pályázatainak is lelkes résztvevője. Szorgalma, kitartása, szerénysége kiemelő társai közül, és mi azt kívánjuk, maradjon mindig is ilyen. Jó, és akkor megkérem Utasi Rékenyénit. Jó, és akkor a fiú, aki én már beszéltem, szintén 6. osztályos, a Vörösmarty iskola tanulója,
császár Csongor, és akkor majd Csongorról is szeretnék nyilván is mondatot mondani. A család számára már nagyon korán kiderült, hogy gyermekeik rendkívül tehetségesek, kíváncsiságuk kielégítésének, tudásuk gyarapításának pedig legfontosabb eszköze a könyv és a könyvtár. Csongor 2005, azaz egy éves kora óta tagja a könyvtárnak, ez is az adminisztrációból kiderül, ugye a számítógép mindent tud. Amíg nem tanult meg önállóan olvasni, természetesen addig szülei tartottak számára véget nem érő felolvasásokat, meséket, verseket, ismeretterjesztő könyveket kölcsönöztek, hiszen Csongor érdeklődési köre akkor is és most is igen tárhatárok között mozgott. A könyvtár olvasó pályázatainak állandó résztvevője, legtöbbször az első helyezettek között olvashatjuk a nevét, azt mint tudjuk az iskolai pályázatokon is versenyeken is, így van ez. Szüleivel és nővérével sok családi könyvtári napon is részt vettek. A jövőről is határozott elképzelése van, szeretne valami újat alkotni, a tudása, kreativitása megvan hozzá. Izgatottan várjuk, hogy mi lesz majd az. Úgyhogy Csongor megkérlek, és egyébként én szintén szeretnék felkérni, hogy akkor Csongorba kívánok megválni. Hát akkor most már nem csigázzuk tovább a kíváncsiságotokat, meg az izgalmakat nem fokozzuk tovább, mert ti meg arra vártok, hogy kiderüljön végre, hogy ki lett a Olvas egy jót vagy többet című pályázatunknak a nyertese, vagy kik lettek a nyertesei. Hát akik itt vagytok, azok már mindannyian nyertesek, mert ugye nagyon sok szép könyvet olvastatok itt a könyvtárban, úgyhogy remélem, hogy mindenki gazdagodott sok jó olvasmányélménnyel. Arra kértünk benneteket, mi kiválogatottunk egy közel 140 könyvet, amit ajánlottunk 2-tól 8. osztályig, és ugye arra kértünk benneteket, hogy ezt a kis feladatlapot, amit minden könyvbe behelyeztünk, töltsétek ki, mert hát valahogy nekünk is ellenőrizni kell, hogy valóban olvastátok-e a könyvet. Hát azért a kitöltéssel akadt a problémák, mert most rájöttünk, hogy aki szeret olvasni, az nem feltétlenül szeret írni, sőt. Ahol komoly gondok akadtak időnként, meg avval is, hogy a feladatokra kicsit koncentráljatok. Tehát azért nagyon sok kis pályázati lap volt, ami kiesett, sőt néhány gyermek is, aki akár 3 vagy 4 is elolvasott a könyvek közül, de nem hibátlanul töltöttek ki sajnos a feladatlapokat, hát ők most ugyan nincsenek itt. Ők ebből nem tanulnak, de ti tanuljatok majd belőle, hogy azért oda kell figyelni, ha egy kérdés két részből áll, akkor mind a két felére illik válaszolni, ha szeretnénk eredményt elérni. Meg hogyha igaz-hamis feladat van, és még oda is írják, hogy a hamis választ indokold meg, akkor nem csak az I meg a H betűt rakjuk ki ugye a kérdés végére, hanem akkor odaírunk egy indoklást, meg még pontokat is raknak a könyvtáros nénik a segítség kedvéért, hogy oda írni kéne valamit. Tehát ilyen típus hibák azért előfordultak, meg néhányan azok inkább a felsősök vagy nagyobbak, akik már több könyvet olvastak és felfedezték az ide kirakott könyvek között, hogy hú, hát én ezt már régebben olvastam, de még egyszer azért nem vette rá magát, hogy elolvassa, úgy gondolta, hogy majd a fejből megoldja, és tudja a válaszokat. Hát ott is voltak pontatlanságok bizony, és akkor ott is esett jó néhány kis feladatlap. Úgyhogy, hát most elmondom a számokat, nektek lehet, hogy nem mond olyan sokat, de azért a szülők, meg pedagógusok azért tudják, hogy jó megoldást beküldő 65 tanuló volt, az összes résztvevő viszont 81, tehát ebből már látjuk, hogy azért jó pár kiesett. A hibátlan feladatok száma az 228 volt, az összes feladatlap az pedig 308, tehát azért volt ott keményen 80 feladatlap, ami sajnos nem volt értékelhető. Viszont most mi ebből a 65 tanulóból 35-öt hívtunk meg, hát ennyien nem vagyunk, ugye említettem az elején, hogy sokan más elfoglaltságok miatt máshol vannak, vagy évzáron, vagy táborban, vagy már elutaztak vidékre, úgyhogy nekik természetesen el fogjuk tenni az ajándékokat. Tehát ugye 16 tanulóik is volt, aki kiesett, úgyhogy részt vett a pályázaton, de sajnos nem volt értékelhető a munkája, és kiszámoltuk azt is, hogy azért átlag 3-4 könyvet olvastatok. Volt, aki csak egyet, azt most mi nem tudjuk díjazni, tehát annyi jutalmunk nincsen,
Úgyhogy őket most nem tudjuk díjazni, de átlagban 3-4 könyvet azért olvastak a tanulók, hát voltak is sokkal többet. Ez majd mindjárt kiderül, most az eredmény hirdetés következik, és akkor el is mondjuk, hogy ki hány könyvet olvasott. Az első kategória, akik, mint mondtam, az egykönyvesek, azoknak megköszönjük a részvételt, és arra bújtjuk majd őket, hogy legközelebb egy kicsit forgalmasabbak legyenek, és többet olvassanak. És akkor a kétkönyvesek, akik két könyvet legalább elolvastak, és legalábbis nem is az, hogy két könyvet, mint ahogy mondtam, inkább, hogy két jó megoldásuk volt, ez a lényeg, hogy két jó feladatlapot adtak be legalább, akkor velük szeretnénk kezdeni, és hát mondjuk a neveket, aztán aki nincs itt, azért elrakjuk, aki itt van, azt még szeretnénk megkérni, hogy kifáradjon valahogyan ügyesen majd a jutalomért. Jó? Az első lenne Budai Rihárd, 5. osztályos, én úgy hallottam, hogy ő itt van, igen. Gyere, Ricsi, valahogy megpróbálunk mindenkit kiengedni, és ő 5. osztályos, a Veszprémi Botegi Iskola tanulója. Mert nem csak Ajtára jár könyvtárban, és itt lakik a nagymama, hanem más a Veszprémben is látok, ugye? Jó, köszönjük szépen. Takács Győri Diana. A mozinén nyelvelet. Jó, én csak a neveket fogom sorolni. Kovács Lola, Vörös Márti, nem fog menni, ha ilyen hamar elfutnak egyre, nem vagyok profi. Ez pedig mindig ilyen, nagyon ügyesnek kell lenni. Annyi hátat nem akarok. Kovács Lola, akkor ő nincs itt. Fehér Dénes, hiszen őt sem láttam. Fehér Dénes, nem őt sem láttam. Cserny Dániel, ő sem. Bakos Liliana. Liliana itt van. Liliana második osztályos a Fekete iskolában. Mészáros Nóra, és szintén második, de ő a Borsos iskola tanulója. Illés Barnabás, szintén második osztályos a Borsos iskolában. Igaz is vagy, hogy. Gondai Kristóf, második is. A Szent Iskolában. Egy jó képet csinálni. Akkor jönnek ők voltak, akik két jó megoldást küldtek be, akiknek három jó megoldásuk volt, ők fognak következni. Fehér Hanna, harmadik osztályos Szent Gálról, a Lőrinci iskolából. És a tanítónénének meg külön megköszönöm, mert ő olvasta a felhívást az Ajkai szóban. Igen, elvitte a gyerekeknek, és a 4-5 gyerek nagyon lelkesen részt is. A tanítónéni hozta, vitte a könyveket, meg a feladatlapokat. Remélem, folytatás következik. Következik a Szent Gál is, Zsuzsa Mikamás. De akkor oda, jó, akkor nem bejönni. Shell Vivien, második osztályos a Fekete iskolában. Első pályázati van. Reméljük követi sok. Németh Anna, harmadik osztályos. Magyikán is Lili, 5. osztályos. Rátiszkat, a harmadik osztályos Fekete iskolában. Annyi fenét veszik meg. Jobb lett volna, én adagolom a könyveket. Nem is jó lesz. Kurdi Flóra, második osztályos Borsos iskola. Már tudják. Almár utca Hanna, második osztályos Szent István királyon.
Juhász Barnabás, szintén második osztályos a Szent István Királyos. Jó, és Ház Viktória, szintén Szent István Királyos. Következnek azok, akiknek négy jó megoldásuk volt. Bombás Enikő, Szentál. Rényes Rebeka, szintén Szentál és Hintete harmadik osztályosa. Gyere, Nóta Rebeka! Jó, Sel Dániel, második. Kisbogláta 5. osztályos az Általányeki Általános Iskolából, ő jelezte, hogy ő nem tud itt lenni a mai napon. Jó. És akkor innen következik, akik már 5 vagy annál több könyv, jó megoldást, inkább így mondom, jó megoldást adtak be. Őket már helyezések szerint sorba állítottuk, tehát akkor így a harmadik helyezettek, akik 5 könyvet olvastak el, Horváth Réka, Szent István Királynak. És ő 8. osztályos. És ő is volt én olvasó. Így van. Úgyhogy ez egy méltó búcsú, azt gondolom. Szintén harmadik helyezett Antal Csaba, és szintén a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskolából. Úgyhogy nagyon gratulálunk. És akkor most jön egy olvasó család tagja, ugye? Igen. Egy még kisebb, egy második osztályos, aki szintén harmadik helyezett lett a Borsos iskolából, Takács Kata. Következnek a második helyezettek. Hosszú Jalovecki Hunor, Fekete István. És 6 darab jó megoldás küldött be Unor. De többet olvasott. Azt hiszem, ő is többet olvasott. És majd az apukájának megmondjuk, hogy nem ellenőrizte. Igen, majd számunk jó. Továbbítom. Kis Benedek, második osztályú altalendekről, szintén nem tudta eljönni, szintén a jó megoldás küldött be. Akkor ismét Császár Csongor, a Vörös Márti iskola 6. osztályos tanuló, ő már 9 jó megoldás. Nem tudom, mennyit olvastál, és akkor itt is egy kis második osztályos, aki szintén második helyezett a Fekete István Általános Iskolából, Dajka Levente, szintén 9-szer, úgyhogy nagyon gratulálok. Másodikos értére egy könyvet, és akkor más nem maradt hátra, mint az első helyezettnek. Most már ez nagyjából kiderült, akit eddig nem szólítottunk. Longi Elizabeth, második osztályos. És akkor mondom, hogy másodikos létére 12 jó megoldást küldött be. Ő is többet olvasott ennél. Bakos Márton, 4. osztályos. 14-et, Marci 14 jó megoldás volt. 14 lett jó, de neked is volt jó pár, ami elúszott. Palkovics Adél, Fekete István Általános Iskola 3. osztályos, szintén 14 jó megoldás. Mellé. Szintén 14 jó megoldással. Szintén első, akkor Fiásó Benedek György, második osztályos, Borsos. Nagyon gratulálunk, 17 jó megoldás, és azt hiszem itt is volt egy-kettő, ami és már én záróra vagyok, hogy vártam. És akkor az abszolút győztes, hogy így mondjam sportnyelven,
aki mindent megnyert. Most itt észrevehették, meg vehetétek tíz gyerekek, hogy nem csináltunk olyan külön kategóriát, hogy alsós-felsős, hanem mindenkit egyszerre értékeltünk, hiszen a könyvek azok amúgy is úgy voltak kiválogatva, hogy alsósnak felsős, itt igazából a darabszámára jó megoldást számított. Tehát aki az egész versenyt megnyerte, és nagyon gratulálunk neki, az György Balázs, magyar kolányból, de nem látom, hogy itt lenne. De nagyon gratulálunk neki, nem tudom, hogy kopulására, hogy 32 darab jó megoldással nyerte meg a harmadik osztályos létére ezt a versenyt. És még neki is volt szerintem, ami nem volt, nem volt hibája. Tehát akkor inkább 40 szerintem. Úgyhogy azt így nem állva nem csináltuk. És tehát, hogy összes meg kinek menni volt, jó ez volt. De lehet nézni, de akkor mindenkinek nagy szeretettel gratulálunk, és mindenkit arra bíztatunk, hogy továbbra is olvasson nagyon sokat. Mi itt vagyunk, a könyvtár itt van, mi a Magdi nénivel együtt igyekszünk, továbbra is nagyon jó könyveket ajánlani nektek, meg olvasmányokat. Júliusban lesz a nyári szünete, hogy Magdi néni súgja nekem, hogy erre hívjam fel a figyelmet, hogy még most júniusban lehet jönni, meg hosszabb visszani, meg mindenkinek, amilyen ügyes dolga van elintézni, kötelező olvasmányokat kikölcsönözni, és akkor júniusban mi is tartunk egy kis nyári.